Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a Mikrőzzek című műsor. A két számítógépnél ül Kis Katalin és Tóth Zoltán, és próbál önöknek egy jó, kellemes, viszont tartalmas műsort készíteni. Reméljük sikerülni fog, majd meghallják és eldöntik. Tehát a mai témánk az lesz, hogy vége van a nyárnak, de hűvös szelek még nem nagyon járnak, de majd lesz az is. De most még ki kell használni, hogy annyira még nincsen őszies idő. Sokat lehet még a kertben kiülni, és nyugodtan lehet még kerti partikat, rendezvényeket, csak baráti, társasági bulikat, korai vacsorákat rendezni. Ezt nem véletlen mondom, hogy korai vacsorát, mert ugye azért most már egyre korábban sötétedik, meg esténként azért már le is ül az idő. Tehát mondjuk hívjuk 3-ra a vacsora vendégeket, akkor 4-ig elbeszélgetnek, meg átrendezik úgy a kertet, vagy a teraszt, hogy ki lehessen ülni, és akkor utána lehet vacsorázni. Erről fogunk most ma beszélgetni önök előtt, vagy önökkel. Mit ajánlunk egy ilyen kerti partira, ami már egy kicsit nyárzáró is, meg egy kicsit őszkezdő? Úgy gondolom, hogy annyi előenergiát kell belefektetni egy ilyen kerti partiba, hogy ne a szakács meg a pincér szerepét kelljen a házigazdának csak betölteni, hanem hogy le tudjon ülni a barátaihoz, családtagjaihoz, és egy kicsit beszélgethessenek is. Ezért olyan ételeket készítettem, amelyeket már az előző nap el lehet készíteni, meg lehet főzni, és így marad idő arra is, hogy a barátainkkal, családtagjainkkal beszélgessünk, és utána pedig kérjük meg őket, hogy segítsenek az elcsomagolásba, a takarításba, mert én szerintem ezt senki nem veszi rossz néven, hogyha meghívták egy ilyen buliba, akkor utána még vannak teendők, és nem hagyjuk, hogy a háziakra ráumoljon a mosogatás, a takarítás, a szemét kihordás, meg szóval minden ilyesmi. Kerti bútor elpakolása, nem? Igen. A tiszta tányérok elpakolásáról se feledkezzünk el. Tehát egy kicsit meg kell osztani a munkát, hogy ne érezzük úgy, hogy mi csak nyújtunk valamilyen szolgáltatást, de mi kevésbé leljük benne örömünket. Nos, az első ilyen, amit elkészíthetünk, az egy szezonzáró lecsó. Miért nevezem ezt egy szezonzáró lecsónak? Mert igaz, hogy még jó idő van, legalábbis a meteorológiai előjelzések szerint ugye hosszú, szép indián nyárra, vagy magyarosan bénasszonyok nyarára számíthatunk. Azonban lassan kimegy a szántóföldi paradicsomnak a szezonja, és én szerintem a legjobb a szántóföldi paradicsom, amit ott termeltek, mert annak van a legparadicsomosabb íze. Hát a napsütés, a közvetlen napsütés, nem? Igen. A lecsó elkészítése ugye előzetes elhatározásokat igényel, hogy sok paradicsommal vagy sok paprikával készítjük a lecsót, és hogy teszünk bele kolbászt, vagy nem teszünk. Ezek mind fogas kérdések, amiket magunkba eldönthetünk, és hát olyan lesz a lecsó, amilyenre mi csináljuk. Hát persze lehet előre közvéleménykutatást is tartani, de akkor biztosak lehetünk benne, hogy ilyen javaslatokat kapunk, hogy tegyünk bele tarhonyát, tegyünk bele nokedlit, füstölt szalonnát, tojást tegyünk bele, Na hát így ugye elég nehéz ennyi szájíz szerint, meg kívánság szerint lecsót főzni. Bár nem mondom, hogy lehetetlen, de akkor egy héttel a kerti buli előtt el kell kezdeni az előkészületeket. És egy ilyen előétel lecsónak az a lényege, hogy ne adjunk hozzá kenyeret, hanem egy kis tányérra, egy kis kanállal szolgáljuk fel, vagy szervírozzuk ezt a szezonzáró kerti lecsót,
mert az a veszély, hogyha kenyeret adunk hozzá, akkor teleeszik magukat a vendégek kenyérrel. Persze nyilván vannak olyanok, akik kikövetelik maguknak, hogy ők igenis kenyérrel akarják enni a lecsót, de hát legfeljebb az egy ember kap egy fél szeletet, de a többieknek kíméljük meg a gyomrát, mert a következő étel az a marha pörkölt kovászos uborkával és friss kenyérrel. A marha pörköltnek ugye az a titka, hogy nem szabad a marha legértékesebb részeiből készíteni, mert azokat ugye sütni szoktuk, akár bifsteknek, vagy bármilyen egyéb módon grillezve, elkészítve. A legjobb a lábszár és a nyak. Ezt hosszas szakács tevékenységem általános tapasztalataként mondhatom, hogy ezek a legjobb részek. Egyébként van ilyen, láttam a budapesti belvárosi vendéglőkbe kiírva, hogy gulyás leves bélszínből. Na hát az olyan is, szóval. Ja, drága, drága. Semmi más előnyét ennek nem tudjuk elmondani. A bélszín az arra való, hogy megsüssük. Ezzel szemben a lábszár és a nyak a legkiválóbb alapanyag. Nagyon jót tesz ennek a marhahús fajtának, hogyha legalább egy hétre bezárjuk a mélyhűtőbe. Azok a rostok, amelyek hát olyan esetleg rágósabb részek, azok teljesen megpuhulnak, és így immár kilónként csak egy óra főzést kell elgondolnunk a marhapörköltnek, nem kell semmi több. Mivel pörkölt, ezért mindenképpen egy pörkölt alappal készíthetjük. Ez egyébként rendkívül sok mindenhez felhasználható a pörkölt alap, nem csak pörkölthöz, mert az összetétele zsír vagy olaj, hagyma, paradicsom, paprika, márhogy zöld paprika, és őrölt piros paprika. Egy kis sót is tehetünk hozzá, de nem kell túlzásba vinni. Tehát ez az a pörkölt alap, ami rengeteg mindenhez, levesekhez, főzelékekhez elkészíthető. Nos, erre a pörkölt alapra rátesszük egy külön bábosba megpörkölt marhahúst. Ugye azt hinné az ember, hogyha a felkockázott húst csak úgy betesszük a lábosba, hogy az azonnal oda fog égni. Nem, ez egyáltalán nem fog oda égni. Persze, aki nagyon aggódik, az egy fél deci vizet tölthet alá. A lényeg az, hogy a húsnak bezárjuk a külső sejtjeit, és az a kellemes, jó lé és íz, ami a marhahúst egyébként jellemzi, az benne maradjon a húskockákba. És ha ez megvan, akkor összeborítjuk a kifehérített a marhahús kockákat a pörkölt alappal, fölengedjük annyi vízzel vagy alaplével, hogy éppen ellepje, és lassú, közepes tűzön bugyborogtatjuk. Az ha, mi az, hogy bugyborogtatjuk? Hát ez egy ilyen szakács műszó, tehát hogy nem lobogva forraljuk, hanem csak épp gyöngyözve, ez így jobb. Igen, gyöngyözve főzünk. Szabályos. Igen. Amikor ez kész van, akkor eltesszük éjszakára, másnap reggel elővesszük, amikor a buli napja van, a hűtőszekrényből, elmegyünk friss kenyeret és kovászos uborkát venni, és ezzel tulajdonképpen az est fénypontja már készen is van. Bocsánat, a kovászos uborkánál beleszólhatok? Igen, igen. Hogyha van egy jó savanyúságunk, savanyúságosunk, akit nagyon jól készíti, akkor vehetünk készen, de hogyha elég bátrak vagyunk, akkor most még, mondjuk még egy-két hétig lehet otthon készíteni kovászos uborkát, mert még ja. Nappal meleg van, és viszont nem volt túl a kovászos uborka, tehát nem búlva. Igen. És a kovászos uborkát kenyérrel, vagy krumplival savanyítsuk? Ezt nem tudom, mi még krumplival nem próbáltuk, nálunk a kenyér bevált, meg az nagyon bevált, hogy hosszú éveken keresztül a Nász úrunk készítette az egész család minden tagjának a kovászos uborkát,
ami csak azért volt szép, mert rajta kívül mindenki kettes házban lakik, ők viszont egy lakótelepi ház harmadik emeletén, ahol még csak erkély sincs, de nagyon jó kovászos uborkákat tudott csinálni, semmi különösebb, só, fokhagyma, víz, és a tetejére kenyér, és egy kis tányér. Ennyi volt. Esetleg egy kis kaport, nem? Ilyen. Hát azt, ha kapott, kaprott a piacon, igen. De még csak azzal sem nagyon foglalkozott, hogy bevagdossa. Csak ha egy kicsit nagyobbak voltak az uborkák, akkor vagdosta be őket. Na jó, mindenkinek megvan a saját kovászos uborka titka. Igen. Valami desszert azért csak kell a végére a kerti partinak. Hát én azt hittem, hogy te már ezt kitaláltad, hogy megint azé legyen a lusta asszony süteménye, vagy most valami más desszertre gondoltam? Igen, én úgy kereszteltem el, hogy Szilva Morzsa, vagy egy másik nevén Morrás Szilva. Jó, szóval kedves hallgatóink, természetesen ugyanarról a dologról beszélünk, és bár szerintem idén már egyszer elmondtuk ezt a receptet, de miután annyira egyszerű, hogy ilyenkor szokott az ember legyinteni, hogy ó, ezt megjegyeztem, hogy biztos, hogy nem jegyeztem meg, ha nem próbáltak ki, vagy nem írta föl rögtön. Úgyhogy most azt ajánlom, hogy írják föl, mert úgy sokkal egyszerűbb megjegyezni. És tulajdonképpen azért is nagyon jó megjegyezni, mert hogy innentől kezdve rengetegféle gyümölcsből lehet csinálni, hiszen az alaprecept nem is szilvából készül, mi csak ezt kipróbáltuk, hogy úgy mi így meg is. Meg szilva szezon van, azért igen. Ezt tegyük hozzá. Könnyű dolgunk volt, igen, a szilvából csinálni. Tehát a szilvát leszedjük, ugye, nálunk van egy szilva, ha még van rajta egy-két kiló szilva, de már nem sok. Úgyhogy még egy sütemény lesz. Ilyen leszedjük, nagyon jól megmossuk. Sajnos ezen a nyáron azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok szennyeződés került a gyümölcsökre. Tehát minden gyümölcsöt állandóan mostunk, miközben esetleg hónapok óta nem is járt permetező eszköz a kertünkben. De rengeteg homokos szél volt, meg itt ezek a repülőnapok is szennyezik a levegőt. Tehát jól mossunk meg minden gyümölcsöt. Félbevágjuk, kiszedjük a magját, még egyszer félbe, magyarán negyedbe vágjuk. Tehát kis darabokra vágjuk a szilvát, de nem nagyon kicsire. És megszórjuk fahéjjal és cukorral, és így hagyjuk állni. Mi hagytuk állni általában egy éjszakán keresztül, minden alkalom. Igen, mert én akkor vagdostam föl a szilvát, vagy magtalanítottam, amikor néztem a tévét. Igen, és másnap sütöttünk belőle a sütit. Tehát ezt lehet szilvából, lehet úgy, hogy almát teszünk hozzá, ugye most már van nyári alma, azt nyugodtan, azt is kimagozva, én a héját is rajta hagynám ilyenkor nyáron még nyugodtan az almának. Ha rajta hagyjuk, akkor egy kicsit kisebb darabokra kell vágni, és akkor ugyanúgy a szilvával lehet, de lehet ugyanezt mélyhűtött piros gyümölcsöt lehet kapni, ugye ez van ráírva, és akkor abban vegyesen málna. Zeder, Eper, mindenféle van. Bocsánat. Úgyhogy ezeket mind lehet használni hozzá, mikor már egy kicsit fölpuhult, akkor jön az, hogy még meg lehet kóstolni, hogy eléggé fűszerese. Ugye általában fahéjat szoktak rárakni, de minden olyan típusút, amit forralt borba szoktak rakni, azt lehet rárakni. Sőt, ha valaki nem akar maga kísérletezni, akkor vesz forralt borfűszerkeveréket, és azzal szórja meg. Egy tepsit kibélelünk sütőpapírra, ugye, hogy jól oda tapadjon, és formára tudjuk igazítani. Ezért egy kicsit bevizezzük csak alatt a sütőpapírt. Ne féljünk, hogy elázik, mert nem állik el. Hiszen épp az a dolga, hogy impregnálja a tepsit, tehát hogy ne kelljen utána nagyon mosogatni, viszont a lé az ne süljön oda, és nagyon finom legyen. De ezzel kibéleljük a tepsit, és akkor beleöntjük a gyümölcsöt, mikor ez megvan. Akkor ez a gyümölcs, ez körülbelül lehet egy olyan 3-4 kiló összesen, attól függ, milyen gyümölcsöt használunk. Ha
ha a mélyhűtött, akkor meg egy zacskó ilyen mélyhűtött gyümölcsöt, ugye annak az az előnye, hogy az már nettó súly, ami abban benne van, tehát nincsen se szára, se magja, tehát nem kell vele vacakolni. Akkor ezek azt ellapítjuk, egy, hogy szép egyenletes legyen, ha meg nem egyenletes, akkor meg még érdekesebb lesz a sütemény, és akkor egy tálban összekeverünk, ha ez olyan 3-4 kiló gyümölcs, akkor körülbelül egy 15 deka zappelyhet, én az apró szemét szoktam használni hozzá, egy 10 deka szobahőmérsékletű vajat. Ebből lehet egy kicsit kevesebbet. Szóval először rakjanak bele egy a 8 dekát, aztán majd megérzik, hogy hogy lesz, és ebbe kell belerakni a cukrot, ami megmaradt. Ugye valamennyit már rászortunk a gyümölcsre, és akkor a 10 deka cukorból, amennyi rámaradt, megmaradt, az mehet bele ebbe a masszába, és nem kell gyúrni, hanem csak meg... Hát, hogy morzsa legyen belőle, tehát csak meg kell masszírozni. Morzsolgatni kell. Morzsolgatni kell, tehát még vigyázni is kell, mert ugye a vaj könnyen összeállítja ezt a masszát, de higgyék el, hogy mondjuk 3 perc múlva tökéletes morzsa lesz belőle, ha meg nem, akkor meg nem lesz olyan tökéletes, mert semmi jelentősége nincsen. Az a fontos, hogy legyen benne ez a 3 dolog, ugye a cukor, a zappehely és a vaj. Egy egész csipetnyi sót is tegyünk bele, mint minden édességbe, az még soha nem ártott meg egyiknek se, viszont nagyon jól kihozza az ízeket. És hogyha valaki nem akar cukrot enni, mert mondjuk cukros, vagy hogyófúrázik, vagy nem szereti, akkor meg azt ajánlom, hogy bármilyen cukorpótlóval, mi nyírfa cukrot szoktunk használni, de Isten bizony ki fogom próbálni más. Ja nem, stíviával egyszer már kipróbáltuk, és utólag nem tudtam megmondani, hogy van-e különbség ízben, mert annyira nincs különbség. Ezekből viszont kevesebb kell, mint a cukorból. Na, ezt a morzsát rátesszük erre a gyümölcs alapra, szépen elsimítjuk, amennyire akarjuk, ugye az egész kicsit rusztikus állagú lesz, és akkor a tetejét valamilyen, szerintem műzlivel a legegyszerűbb megszórni. Ugye, amit mi használunk, az egy ilyen nagyon gyümölcsös, zömében szárított gyümölcsök és zappehely keveréke, talán egy kis csőjé, valamilyen szezámmag lehet még benne, de az nagyon kevés. A dolog lényege az, hogy olyan, ami magában is szárad, és a sütéskor még meg tud jobban száradni, és picit kemény lesz a teteje. Berakjuk mondjuk 160 fokos sütőbe, hogyha légkeveréses, egy 25 perc maximum. De látni fogjuk, hogy túlbarnul-e a teteje. Ugye ez a morzsa tetején azért ez mutatja, hogy megsül-e, hiszen ennek nem kell megsülnie. Ott a gyümölcs, jó leveses, ott a morzsa jól átveszi az ízeket, és egybe tartja valamennyire az egészet, és a tetején ez a kicsit keményebb tető, ez pedig még könnyebbé teszi az adagolást. Isteni finom, a felnőttek általában idősek így eszik, de például az unokáink, azok vaníliafagylaltal szokták a még meleg süteményt, mert sose bírják ki, hogy lehűljön rendesen, amit már ők maguk is el tudnak készíteni. Az egyik barátom tejszínhabban ette. Hát ilyet még nem hallottam, de ha neki ízlett, akkor váljék egészségére. Akkor most beszéljünk egy kicsit arról, hogy ugye ilyen kerti partira nehéz azt pontosan eltalálni, hogy mindenki jól lakjon, de ne legyen maradék. Mi a maradékolás hívei vagyunk, többféle hasznosítása is van a dolognak. Gyűjtjük a elhasznált, de nagyon jó minőségű joghurtos, ilyen 4,5 decis hordóska formája, vagy mi ez. Mindegy, valamilyen formájú és tetőben. Kisvada. Edényeket, és ezek részben fagyasztásra is alkalmasak, részben pedig arra, hogy a barátok a maradékot hazavigyék, és másnap azt ebédeljék.
Te mit ajánlasz a maradékok felhasználására? Mivel a kerti partiról maradt egy kis lecsó, és egyébként is most a töknek nagy szezonja van, ezért magyaros töltött tököt készítek a maradék lecsóból. A tököt persze itt megint családi szokások is irányadók, vagy meghámozzuk, vagy nem hámozzuk. Hát ez meg attól függ, hogy milyen a helye a töknek, nem? Igen, attól is függ, de szerintem a sütésnél, a sütőben való sütésnél teljesen megpuhul. Persze nem a Halloween tök, amelynek fél ujjnyi vastag héja, ebben neked teljesen igazad van. De amit ilyen egyszerű tökként használunk, főzőtökként használunk, igen, azt én szerintem nem kell meghámozni. Hosszába kettébe vágjuk a tököt, így két kis ilyen csónak formájút kapunk, mert kikaparjuk a tökmagokat, a magházakat, azokkal a szálakkal együtt, amelyek összefogják. Ezeket én fölvagdosom egy nagy késsel, úgyhogy igyekszünk szétszakítani ezeket a szálakat, és ketté vágni a egyébként nagyon puha tökmagokat, és ezt összekeverjük a lecsóval, betöltjük a tökbe, a tök csónakokba, betesszük a sütőbe, és egy 30 percig sütjük. Ekkor kivesszük, megvizsgáljuk, szerintem eddigre már biztos teljesen puha, megszórjuk egy kis reszelt sajttal, visszatoljuk 5 percre, és már készen is van a töltött tök, amely szerintem akár ebédre, akár vacsorára egy kiváló étel. A gulyászlevesünkből is maradt, nem, bocsánat, a marhapörköltünkből is maradt, amiből pedig gulyászlevest lehet készíteni. Én ezt úgy csinálom, hogy a pörköltről igyekszem levenni a levét, ebbe a lébe, tehát hús nélkül, a húst nem kell tovább főzni, mert akkor könnyen szétesik, ebbe a lébe beleteszem a fölvágott sárgarépát, paszternákot, valamilyen krumplit. Zöldséget. Nem krumplit. Hallottam. Krumplit, igen, krumplit. Megfőzzük, utána hozzátesz, visszatesszük a húst, kész is van a gulyásleves. Ez szerintem egy nagyon kellemes ebéd lehet, és hát az, hogy eszünk-e a gulyáslevesre savanyúságot vagy se, ez megint családi szokásoknak a kérdése. Most, hogy a savanyúságot megint emlegetted, és ma már többször volt róla szó, azt mondanám, hogy aki nem tett még el savanyúságot idén, vagy elfelejtette, vagy elfogyott már közben a sok családi ebéden, hogy most még lehet befőzni savanyúságot. Ugye nagyon meg kell nézni, hogy honnan szerezzük be. A legjobb persze, ha olyan mázlink van, hogy van otthon néhány tő uborkánk, és esetleg a paradicsomon már nem akar beérni a paradicsom, és akkor zölden le tudjuk szedni. De ezeket még használhatjuk. Mondom, az uborkánál azért figyelni kell, hogy belül nem puhul-e meg, ugye ezt nagyon egyszerű, hogy meg kell nyomkodni. Nem biztos, hogy a piaci árus ennek borzasztóan örülne, de hát olyanhoz kell menni, akinek biztos, hogy olyan minőségű az áruja, amilyet állít magáról, hogy milyen. Tehát nem csak földicséri magát. Kevés az ilyen. Kevés igen, az. De hát igen. De mondjuk, ha a szomszédban van valakinek akkor uborkája, akkor azzal lehet esetleg üvetelni. De a zöld paradicsom még mehet, mindenféle hagymaféle. De lehet, amit lehet tartósítani, szóval ezek az apró vörös hagymák, amit az előbb dukhagymának hívtak, most nem tudom, hogy hívják, de van direkt ilyen savanyítani való. Vannak ugyanilyen apróbor, gyöngyhagymának hívják. Az a fehér, a gyöngyhagyma, igen, azt akartam mondani, hogy fehér. És fokhagymát is lehet még savanyítani. Úgyhogy nézzenek körül, mi van. Ezekben mind be lehet akár káposztát fölvágva beletenni, akár szétszedett fej, karfiolt, ezek még ilyenkor abszolút alkalmasak savanyításra.
És hát, ha van egy jó családi receptjük a savanyi tollé elkészítéséhez, akkor ne tartsák vissza magukat. Ugye a savanyúság elrakásának tulajdonképpen egyetlen buktatója van, hogyha valami nem elég tiszta, vagy hogyha belül érettek, mint amit kívül mutat. Tehát azért a zöld paradicsomnál is hát egy picit nyomjuk meg, hogy ha puha, akkor ne tegyük bele, mert akkor képes az egész üveget megforralni. Tehát érdemes még ilyenkor ezzel foglalkozni, mert nagyon jó eredménye tud lenni. És takarékos. Hát, igen, nagyon. Főleg akkor, hogyha visszaköveteljük az elajándékozott befőttes üvegeket, mert a legés savanyos egyik minden tartósítás egyik legnagyobb költsége az az elrakó edények, ugye az üvegek, a mélyhűtésnél a mélyhűtőzacskók, de most már azok is újra moshatók, és akárhányszor felhasználhatók, ami nem éri őket valami baleset. Most beszélhetnénk egy kicsit arról, hogy jönnek a leves időszakok, ugye? Én először elmondanám, hogy még hogy főzzünk úgy gyümölcslevest, hogy már nem olyan nyári gyümölcsök vannak, de ez még olyan átmenet a télben, még azért napközben szívesen eszünk esetleg egy hideg gyümölcslevest, legfeljebb nem annyira lehűtve, mint a legnagyobb hőségben. Ilyenkor nagyon jó gyümölcslevest lehet készíteni, mert hogy az alma, már mondtam, már van nyári alma, tehát ez nagyon jó ízű, nagyon ízletes, nagyon könnyen fő, nagyon könnyű megcsinálni, ugye ha valaki akarja, meghámozza, vagy nem tetszik neki a héjel, nyugodtan hámozza meg, mindenképpen szedje ki a makkázat, és kockázza föl olyan darabokra, ami egy falatnak felelnek. Ezt azért mondom, hogy nem lehet előre tudni, mert hát, ha van kisgyerek a családban, akinek sokkal kisebb egy falat, mint nekünk, és ő is akar belőle enni. Vagy biztos, akkor jön a biztos szerezés, és akkor az gyümölcsleves megint pépes lesz, és akkor tudják enni. Az alma mellé nyugodtan lehet szilvát aprítani, és most már jönnek a friss körték is, ugye nem csak a messziről érkezett különleges körték, hanem már a magyar körték is megjelentek. Azok is nagyon alkalmasak gyümölcslevesre, annak azért én megpucolom a héját, nem, az nem olyan igazán jó, mikor megfőz. Ugyanúgy fűszerezzük, mint minden ilyen gyümölcs készítményt, megfőzzük, kiszedünk egy darab, pár darab ilyen kockára vágott gyümölcsöt, hogy jó lesz levesbetétnek, a többit azt nyugodtan potmixerrel vagy turmixsal pépesítjük. Ha szeretik a tejszínt, akkor ebbe is nagyon jó a cukrozatlan tejszín. Mi elég savanykásan eszük a gyümölcsleveseket, úgyhogy arról nem tudok beszámolni, hogy mennyi cukrot adjanak hozzá, mert én nem szoktam hozzá cukrot adni. Viszont egy kis citromot, meg esetleg citromhéjat nyugodtan lehet beletenni. De akkor jöjjön egy olyan, amikor már meleg levest főzünk, és ilyet mi elég rendszeresen főzünk. Igen, az oltalom karitatív egyesület számára vasárnaponként főzünk 90 adag krumplilevest. Mi kell 90 adag krumplileveshez? Hát először is kell venni 15 kiló krumplit. Ugye nem mindennapos az, hogy 15 kiló krumplit főzünk, mert ugye ezt meg kell pucolni, föl kell kockázni, javaslom, minél kisebb kockákra vágják, mert annál gyorsabban megfő. Annál több segítőkész kell hozzá. Annál azért több segítőkész. Igen, is igen, igen, igen. Ez ugye a budaörsi olvasókör, ahol mi olvasunk és főzünk, ott van elég sok segítőkész, szorgos kezek, akik ezt a műveletet elvégzik. Ezt követően nekiállunk, és alaplevet főzünk. Az alaplevet most, mivel ennek van szezonja, főzőtökből készítjük. Tehát a 15 kg krumpli mellé egy 2-3 kilós főzőtököt kiszedjük a belét, ezt most nem tesszük bele a levesbe, mint ahogy beletettük a magyaros töltött tökbe,
Hát ezt kidobjuk. Ezt követően vízbe teljesen megfőzzük a krumplit, majd egy botmixerrel egy nagy 70 literes bográcsba botmixerrel szétnyomjuk a megfőtt tököt, amelyet egyébként sózunk, és egy kis kömény magot is teszünk hozzá. Jöhet bele a alaplébe a fölvágott krumpli, főzögetjük egy darabig. Én azt tapasztalom, hogy 96 fokosra kell fűteni a bográcsot, és amikor elkezd forni, onnét gyakorlatilag már kikapcsolhatjuk alatta a gázt. Igen? Én csak azt szeretném mondani, hogy ezt azért tudjuk a 96 fokost, mert az egyik barátunk, aki szintén rendszeresen jár segíteni főzni, neki van ilyen hőmérője, és rendszeresen méri, hogy hol tartatok. De nagyon jól be is vált. Először kicsit csodálkoztunk rajta, de aztán bevált. Igen, egyébként ilyen hőmérőt mi is vehetünk. A boltokban nem is túl drága, de mondjuk, hogy nem lázhőmérőt akarunk, hanem nagyüzemi jellegű főzéshez van rá szükségünk. Az utolsó mozzanat az, hogy kolbászt karikázunk. Én ehhez a 90 adagoshoz 3 kiló kolbászt szoktam vásárolni, mégpedig a régi hagyományos lecsókolbászt. Ezt, ha fölkarikáztuk, beledobjuk, és akkor még egy kicsit utána fűszerezzünk. Ha nagyon sápadtak volna a levesünk, ne sajnáljunk bele egy kis őrölt piros paprikát, vagy akár egy passzírozott paradicsomlét is önthetünk hozzá egy üveggel, hogy kicsit színesebb legyen a levesünk. Tulajdonképpen ennyiből áll. Talán azt érdemes elmondani, hogy mi magunk elszállítjuk a Dankó utcába ezt a levest, és ott a portán az illetékes ügyelő átveszi, és este kiosztják az embereknek. Én még egy dolgot szeretnék ilyen nyár-ősz fordulója kapcsán mondani, hogy akinek vannak virágzó virágai, tehát akár a kertjében, ha van kertje, akár a lakásban benn. Most még lehet még egyszer virágzásra buzdítani a növényeket, persze nem olyanra, mint májusban, de hát egy ilyen búcsú őszelei virágzásra, magyarán még meg kell tápszerezni egyszer a virágzó növényeket, nem árt a zöld növényeknek se, ha megtápszerezik, hiszen most még jó idő van, nappal meleg van, időnként esik az eső, szóval azért az még nagyon hálásak lesznek a növényeink, hogy egyrészt még egyszer virágozzanak, másrészt pedig, hogy a térre, a gyökérzetükbe el tudják tárolni azt, amitől fognak élni a tél folyamán. Ezt tudom ajánlani, és még azt is, hogy még mindig sok olyan virág virágzik, sőt, nagyon sok olyan virág virágzik, amit lehet szárítani. És az időjárás ennek kedvez. Ugye a nagyon nagy forróságban elég nehéz szárítani növényeket, de mikor már nem süt olyan sokat a nap, még ha jó idő van napközben, akkor sem süt azért most már egész nap a nap. Nyugodtan ki lehet akasztani levegőre, és akár egy ablakban szárítani, nyitott ablakban szárítani virágokat, és aztán majd az őszi dekorálásnál felhasználni őket. Amikor gondolkoztunk, hogy mi legyen ebben a műsorban, akkor ugye ilyenkor végig szoktuk gondolni, hogy az elmúlt napokban mit főztünk. És akkor eszembe jutott, hogy egész váratlanul egyszer csak azt mondtad, hogy csinálhatok paprikás csirkét. Ezt csak azt kell tudniuk a hallgatóknak, hogyha érdekes lehet, hogy az én férjem nem igazán csirkepárti, megeszi, ha kell, meg ha véletlenül valami nagyon jól sikerül, de magától nem főzne csirkét. De engem hagy. És akkor mentünk a boltba, és azt mondta a csirkés pultnál, hogy
főzhetnél egy paprikás csirkét? És akkor én kérdeztem tőle, hogy de akkor vehetek darabolva, ugye? És ezzel mind a ketten jót nevettünk, mert ugye a korunkból fakadóan mind a ketten nagyon jól ismertük azt a reklámot, mikor rohangált az, hogy a férje után, aki megérkezett a piacról egy tollas, bontatlan csirkével, és az asszony meg jól letolta, és kiabált neki, hogy nem megmondtam, hogy bontott csirkét hozzá, bontott csirkét hozzá. Tehát igen, szóval mi is bontott csirkét szoktunk vásárolni, sőt, ilyen esetben a paprikás csirkéhez is, meg mondjuk, hogyha valamilyen csirkelevest készítünk, akkor is nem is egyszerűen bontva, hanem darabolva veszük hozzá a csirkét, mert vannak olyan részei, amit az egyikünk nem szeret, van, amit a másikunk nem szeret, de hát csontos rész, mindenképpen kell bele. Tehát egy paprikás csirke az nálunk úgy néz ki, hogy veszünk, ha viszünk belőle az unokáknak a szomszédba, akkor 4 darab csirkecombot, 2 szárnyat, 4 nyakat, egy kis marék zúzát. Mája. Most nem volt mája boltban, igen, de különben májat is szoktunk egy kis marékkal belefőzni, és akkor a zöldségeket fa kell hozzá, de ilyenkor még annyira jó íze van a csirkének is, hogy ugye ezek nem a csirkegyárban készült csirkék. De a bontott csirkéről eszembe jutott, hogy amikor még főzni tanultam, és segítettem a anyunak a konyhába, akkor még sokszor még a tollat is neki kellett lefosztani, és megtanította, hogy kell bontani a csirket, hogy kell megszabadulni a belsőségektől, amiket nem használunk. Tehát kell bontott csirke helyett darabolt csirkét venni, és akkor a legegyszerűbb elkészíteni, hogyha maradt még egy kis földarabolt hagymánk is a méhűtőben, mert ugye azt is szoktunk elrakni 30 dekánként egy zacskóba, és úgy lefagyasztjuk. De ilyen mennyiségű csirkéhez bőven elég egy fél zacskó, tehát ilyen 15 deka, de akkor már megtisztított kockára vágott 15 deka. És akkor ez simán egy kis vajon és olajon keverékén kifehérítjük a csirkedarabokat, és én először főni a zuzát szoktam fölrakni, mert most is kemény volt a zuza, szóval hiába főtt egy fél órával többet, mint az összes csirkerész együtt, azért az zuza még így is sportos maradt, még nem tudom, hogy milyen módszert fogok kitalálni rá, akár külön megfőzöm egy kis vízbe, még az is lehet. Na majd ezt majd, ha rájöttem, hogy kell egyformán puhárat csinálni, akkor elmondom a hallgatóknak is. És akkor semmi különös fűszerezést nem csinálok, hanem jó minőségű. Ilyenkor nagyon ügyelek arra, hogy melyik piros paprikából teszek bele, hiszen a csirkének azért egy nagyon enyhe, de szép rózsaszínne színező paprika a társa, hogy tökéletes legyen. Ha kell, akkor öntök rá, vagy vizet, vagy alapléte, ez már majd ott kiderül, és akkor nokedlival szoktuk tálalni, és én például most már nem igazán szeretem a tejfölt valamiért, de a joghurtot igen, hát isteni a joghurt a paprikás csirkére nokedlival. Ez egy joghurtos paprikás csirke. Igen, te is ettél belőle, mert a kedvemért megkóstoltad, de és nagyon ízlett már a leve, nagyon ízlett a joghurtot. Igen. Nagyon jót tesz neki. Tehát próbálkozzanak, azért is mondtam el ezt, mert próbálkozzanak, kísérletezzenek, a saját szájuk íze szerint próbáljanak főzni, bátran, nyugodtan, hiszen a szakácsok, az igazi nagy mester szakácsok is ezt csinálják, hogy főznek valamit, és hát azt ugye nem látjuk soha a tévéműsorokban, de hát egyszer olvastam egy olyan szakácskönyvet, amit az egyik mester szakács főzött, és az szakmabelieknek szólt, és leírta, hogy hányszor főzte meg az egyik ételt, ami aztán fölkerült az étlapra, és hány különbség volt, grammokban voltak a különbségek, hogy miből mennyit használt, mire kialakította a saját ízlése szerint a tényleg különleges ételt.
Ugye én ezt nem mondom, hogy egy háziasszony ezt így próbálja, de ahogy látom, te se így csinálod, hogy dekákba, ugye pláne, ha nagy mennyiséget volt, Igen. igen, akkor azért ez egész máshogy van. De hát azt viszont a háziasszonyok is, meg a kevésbé sztárszakácsok is kóstolással állapítják meg, hogy Igen. és tudnak trükköket, hogy például, ha elsózták az ételt, akkor bele kell főzni egy krumplit, és már nincs Igen. olyan nagy baj. Én kérdeztem a Budai Pétert, akitől a szakácsmesterség egy részét tanultam, hogy hogy létezik az, hogy minden háziasszony végül is tud főzni, és jó ízűeket. Honnét tudják, hogy mennyi sót kell beletenni az ételbe? Erre a Budai Péter azt mondta, tudod, ők már úgy születtek, hogy a kezükben benne van ez a tudás. Ez így van. Na, akkor kedves hallgatóink, Tóth Zoltánt és Kis Katalint hallották. Ugye azt még így utólag elmondom, mert most nem nagyon hiszem, hogy ebben a műsorban elhangzott, hogy Zoltán képzett szakács. Tehát olyan szakács is, diplomája van, ami Európa minden éttermében érvényes. Úgyhogy el tudják képzelni, hogy én itt elég jókat eszem ebben a háztartásban. Néha megpróbálok bejutni a konyhába, de nem nagyon erőltetem. Köszönjük szépen, találkozunk jövő pénteken is itt a Bézs Rádióban 1 órakor, és bármikor megtalálnak minket a YouTube-on is, ha rákeresnek. Köszönjük, viszont hallásra!